Gyakran kérdezik tőlem, hogy mennyit ké mennyi pénzt keresek a YouTube-on, YouTube-ozással, videózással. Ezért időnként szoktam készíteni videót, és elmondani, és megmutatni, alátámasztani bizonyítékokkal. Na, tehát, aki netolán nem tudna, igen, YouTube-on lehet pénzt keresni, hogyha bekapcsolod a reklámokat, YouTube megosztja veled a reklámbevételt. Ő levesz 45%-ot, a többit neked adja. Tehát végül is, végül is, tőletek kapom a pénzt, ugye, hogyha nem ugorjátok át a reklámokat, megnézitek, vagy rákattintatok, akkor, akkor és csak is akkor kapok pénzt. Tehát, hogyha például mindenki reklámblokkolót használna, adblockot, vagy nem kattintana, vagy nem nézné meg soha a reklámot, mindig átugorna, akkor nem kapnék -e egy vasatse a Youtube-tól. Na, tehát az így működik, igen. Azok a, az idegesítő reklámok, amik mindig felugranak, e, tudom, hogy idegesítőek ez itt. Köszönöm a türelmet mindazoknak, akik végig nem blokkolják meg. E, én én mi, mindenki utalja a reklámokat, na én is, meg más is, úgyhogy én tűnődök már egy más rendszeren, de majd az egy, egy külön videó téma. Na, akkor nézzük, mennyit kerestem a tavaly, és akkor megnézzük a, a jelenlegit is. Na, tehát itt van a, a tavalyi év hónapokra lebontva, ez az AdSense accountomban itt ugye, ahol a minden hónapba beérkezik. Tehát januárba, 2017. január 200 dollár, ugye változik minden hónapba, mert van mikor több videót csinálsz, van mikor kevesebbet, és Ugye sok, sok mindentől függ ez. Na, februárban 440, március 350, április 300, május 357, június 294, július 267, augusztus 407, szeptember 491, október 432, november 342, vagy 33, nem tudom itt mi ez a különbség, mindegy és december 333. Tehát összesen 4200 dollár körül van. Mindjárt megmutatom azt a papírt is, amit küldnek minden évben. Összesen 4200 dollár. És az mennyi eloszva 12 felé 350. Tehát itt van Na itt még megnézünk pár számot, épp mutassam meg. Tehát itt van egy kicsit az árnyék, ezt telóval lefényképeztem, és az árnyék beleesett, de mindegy, a lényeget meg lehet nézni, úgyis. Tehát ez a 1099, amit küld minden évbe a Google, itt van Google Inc. Érdekes módon a nevüket megváltoztatták most. XXV Holding Inc. Alatta pedig hírja Google LLC, LLC mindegy a címük ugyanaz, de az adószámuk megváltozott. Na mindegy, tehát itt van a 2016-os, látszik-e 3095 dollár, ez a hetes es non-employee compensation, tehát ez a 2016-os évre van, és itt van a 2017-es évre 4200 dollár. Na, tehát ennyi, ennyi volt tavalyra az összkeresetem, vagyis havonta kb. átlagban 350 dollár, ami mennyi magyar pénzbe, beszorozva 250-nál 90 ezer forint körül? 85-90 ezer forint valami olyasmi lehet hmm, közel, majdnem egy minimálbér. És nézzük akkor, menjünk vissza ide. Ja, itt volt, az év vége felé volt itt, volt itt egy lelassulás na, itt szeptemberben, egész jó volt, közel 500 után utána jött a, az, az adpocalypse, a youtube, YouTube adpocalypse, majd mindjárt megmutatom azokat a, a képeket is. És akkor így egyre csökkent, csökkent, és most nézzük akkor ezt az évet, és akkor meglássátok, hogy miről beszéltem ja, tehát lassat ki például ma ja, januárban. Jó, ja, itt aztán, itt aztán mentem ugye kényszervakációba, itt leesett 167, január, januárban 250. Na de megmutatom mindjárt az, az ről is, hogy, hogy miről beszélek. És akkor mutassam meg azt is, hogy, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy jelenleg mennyi. <kül> Na tehát jelen itt, van -e, itt, vannak ugye a videóim, és itt van a dashboard. Ja, mielőtt még valaki megijedne, hogy, hogy, ezeket a számokat nem szabad megmutatni. Tehát meg szabad mutasd, hogy mennyi, mennyit keresel a Youtube-on. A, a, Youtube igen teach hogy, hogy megmutassa bizonyos a bizonyos adatokat innen az AdSense paneletből tehát CPR, meg ilyen click-through rate, meg ilyen olyan adatokat tilos megmutatni, de viszont, hogy mennyit kerestél, azt, azt meg szabad mutatni, tehát nem lesz, nem lesz ettől semmi bajom. <laughs> nem kell félni. Amúgy minden évben szoktam csinálni ilyen videót, van mikor fél évente, van mikor egy évben egyszer. Na, és akkor itt vannak a jelenlegi számok. Tehát Ételemszerűen, mikor, a, mikor ugye felmegy a nézettséged, akkor, akkor felmegy a kereseted is. Meg ugye még a, az élőadásokból is a szuper be akik, akik, küldnek pénzt, onnan is jön jövedelem. Persze annak is leveszi a Youtube 45%-át a szuper is, meg a, a, reklámokból is ugye. De... Ja, jelenleg 500 dollár, Körül van a havi kereset, csak akkor nézzük meg, hogy ez összenézve statisztika, akkor például a Social blade de mit mutat, ugye a Social Blade-en meg tudod bárkinek nézni a statisztikáit. Hát ugye nem írja ott a reális keresetet, csak egy satszolást, de nekem azt satszolja, hogy jelenleg a 650 ezres havi nézettséggel, 163 dollártól 2600 dollárig keresek jelenleg körülbelül Elég széles a, a skála, ami jól oda, oda, oda nyomtak Na, de mondom, hogyha ha például Amerikában néznék a, a videóimot Akkor kb. 3 4 szeresét keresném, mert nem az számít, ugye, hogy melyik országban vagy, hanem az, hogy -e, Hogy -e, hol nézik a videóidot Mert ugye Amerikában helyi reklámot mutat a Youtube amerikai cég megrendelőtől, aki ugye többet fizet a reklámét, mint például egy magyarországi, vagy romániai, vagy szlovákiai cég. Tehát ezért ilyen széles a, a skála itt, hogy azt mondja, hogy kaphatsz ilyen 160 dollárt is, vagy ugye például, ha négyszer annyit kapnék, az vagy ötször, akkor 2500 dollár. Na, tehát itt még meg lehet ugye nézni sok mindent, például, hogy mennyi, feliratkozót, mennyi a napi megtekintése, stb. Meg itt alul is statisztikákat itt visszamenőleg meg lehet nézni, hogy hát itt, hogy mész, ugrálsz egyik pontról a másikra, mutatja itt fent, hogy melyik hónapban vagy a havi össz megtekintés és havi össz feliratkozó, új feliratkozó szám. Na, tehát egy érdekes óda, meg meg lehet jobban nézni itt lebontva hónapokra, illetve lebontva a havit meg még lehet nézni ilyen előrevetítést is öt évre hogy a jelenlegi állás szerint hogyha így haladsz akkor öt év múlva mennyi nézettséged lesz de ez, ez csak ilyen hozzávetőleges na tehát ennyit a ennyit a statisztikákról a, mit akartam még megmutatni ja, ezt megmutattam ó oh, igen a jaj ezt amiről beszéltem a az ad adpokalipszist. Ja, tehát a tavaly, már pontosan nem emlékszem mikor, de elkezdődött. egy ja, itt meglátjuk, mert a videókon itt mutatja. Ja, valamikor október, októberbe kezdődött el. Szeptemberbe, októberbe, mit tudom én. Mikor? Ja, októberben, mert akkor kezdtem. Ilyen, hogy, hogy mind dobta rá a videóimra, hogy, hogy nem Not suitable for most advertisers, hogy nem felel meg a reklámozóknak. És egyből, ahogy feltetted, olyan, hogy már első nap. Alig tettem fel, és ma És akkor kérhetted, ugye, hogy, 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 hogy és akkor néhány nap múlva majd leveszik. De persze elveszted azt, tehát az első néhány nap, ugye, mikor az első egy-két nap, amikor a legtöbb megtekintést kapja a videód, és akkor mindig itt kellett megnyomni, hogy a request review, hogy nézzék át a videót. És akartam már ő videót csinálni, csak aztán nem csináltam most mindenről, nem közben ugye sok minden zajlik az életben Azért mentettem le direkt a screenshotokot, hogy hogy így bizonyítéknak, hogy mondom, ne olyan, hogy még alig volt, mert azért megtekintés. Közben alig töltöttem fel a videót, s ma, ma, ma rá, például itt van 378 megtekintés. Olyan is volt, hogy 208, ma, ma dobják rá, hogy a sárgat, hogy nem, hogy nem, nem, megfelelő. És olyan esetben ugye akkor, akkor elesik a, a jövedelmed. Na, tehát ez így ment. Most, most az utóbbi időben egy kicsit hájraállt a dolog, lassan, oké? -e? Ja, nem, itt novemberben még, még súlyos volt, decemberben is súlyos volt. És eh, dobják rá minden rédéről, pak, pak, pak. Nem, eh, nem megfelelő a nézőknek, nem megfelelő. Hát mi milyen, videók. Ebből aztán semmi copyrightod, minden én csináltam, nem is teszek be se képeket, se zenét, semmit. És eh, dobjakra itt van 53 views, tehát még alig töltöttem fel a videót, még jóformán nem is látták az emberek. Még ők se tudják, nem? Ezt, ezt nem emberek, ugye ezt e, automatikus, ezt robotok, e, AI csinálja, Artificial Intelligence. Ja, és e, aztán kezdtek kimaradni, de, de még most is egy-egyre ki, amikor felemvutam kanetikedbe raadobjak, reptil, belive, amikor jöttem visszafelé. Akkor is. Eh... Ja. Tehát most már kezdett eh, kimaradózni, de. Na, tehát eh, ez eh, így, így lehet pénzt keresni a, a YouTube-on gyerekek eh, a reklámokkal. Idegesítő eh, a reklám, mindenki utalja, úgyhogy eh, gondolkozok valami rendszeren, ami hogy ki tudjuk kapcsolni a reklámokat, de arról majd beszélünk egy következő videóba. Na, ennyi volt a Youtube kereset. Akkor, ha vannak kérdések, írjátok meg a kommentekbe, vagy megbeszéljük hónap az élő adásba. Na, pá.